Lézergémet 2005-ben nyitottuk meg családi vállalkozásként. Az első pár évben elég nehéz volt reklámozni a dolgot, mivel ez egy új játék itt Magyarországon, és nagyon nehezen találtuk meg a felvevőpiacot, illetve hogy jussunk el az emberekhez. Ma már mondhatjuk azt, hogy ha valaki lézertekről beszél, akkor egyáltalán az emberek tudják azt, hogy ez micsoda. Ez egy szórakoztató játék. Általában a csoport dönti el, hogy hová jövünk. Mindenkinek megvan a kedvenc helye, kedvenc fegyvere, kedvenc környezete, és most éppen úgy alakult, hogy mint Barney Stinson, ahová jár lézer harcolni, azt szerették volna maguknak így középpontba helyezni, úgyhogy ezért jöttünk ide. Mindenki nagy How I Met Your Mother fan. Pályák 400 négyzetméteres, fémhordók, roncsautók, egyéb dekorációs tárgyak találhatók rajta. A játékélményt különböző fényhangeffektekkel igyekszünk növelni. Nagyon valódi a környezet, tehát nem csak mindenféle hullámpala falak vannak felhúzva. Nagyon jók ezek az interakciók, hogy van füstgép, sikolyok. Nagyon jó, hogy be van az egész gyakorlatilag rendezve. A pálya jól meg van csinálva, tehát vannak tükrök, meg ilyen kis kiállók, beállók, tehát fedezékek. Úgyhogy teljesen profi szerintem. Hely. Ami nagyon tetszik, az a hely hangulata. Van egy ilyen 80-es évekbeli ilyen retro skifi hangulata, olyan, mint a Power kapitánynak és a jövő katonáinak. Power on! Captain Power and the Soldiers of the Future! Azt nagyon szeretem, a többi ez egy kicsit sivárabb volt, ott a berendezési tárgyak is inkább csak ilyen dekorációs célt nem szolgáltak, csak tereptárgyak voltak, hogy tudjam valami meg elbújni. Itt azért megvan ez a lezuhant űrhajó, apokalipszis hangulat, tehát így azért meg ez nagyon tetszik. Szeretem a füstöt is. A lézerteget, hát ugye két szóból áll, a lézer az minden nyelven lézer. A tech szó az angolról magyarra fordítva megjelölni. Tudomásom szerint ma Magyarországon csak nálunk játszható igazi lézertek. Az igazi alatt azt értem, hogy nálunk tényleg a fegyver infra jeladója mellett egy lézersugár is található. Ennek is vannak előnyei és hátrányai, például ugye nyilván az, hogy beazonosítják, hogy honnan lőttél mondjuk. Hát a látványban mindenképpen jó, mert az ember azt látja, hogy cikáznak össze-vissza a lézernyalábok. Szóval érdekes és újszerű élmény. Ez nagy mértékben növeli a játékélményt. Enélkül én elképzelhetetlennek tartom a lézerteget. Pontosan ilyen hely nincsen még egy Budapesten, tehát ilyen fegyverzettel, ilyen hangulattal rendelkező hely. Tehát látszik így a lézercsík és így testhez van rögzítve a páncél. A sima lézerteges helyek vannak másút. Ennek más a hangulata, sokkal jobb bizonyos szempontokból. Mi élményt adunk el, ezt sosem győzöm elégszer hangsúlyozni. Ha ez az élmény ez rossz, akkor nem lesz sikeres az, amit csinálunk. Nagyon gyorsan le lehet szervezni, nagyon jó feltételekkel, szerintem nagyon jó áron is lehet. Hogyha sportolni nem szeretnek, akkor ide lejönnek, és itt azért az a minimális mozgás megvan, plusz az, hogy egymás ellen lehet vetélkedni. Úgy lehet ide eljönni, hogy nekem nem kell gondolkodnom már az üdítőn, az is benne van. Nagyon jó időpontokba is lehet jönni mindig, hogyha ilyen későig maradunk, akkor még utána van idő összeszedelőcködni. Tehát én alapvetően, hogy egy ötös skálán kellene értékelnem, akkor csak egy ötös tudnék erre mondani, mert semmi olyan nincsen, ami kicsikét is a negatív irányba tudna engem elvinni. Nézd, szerintem az egyik legjobb, amit itt a városban találhatunk.